Thank you.
másodlagos kölcsönhatások szobahőmérsékleten, tehát az élet hőmérsékletén örökösen felhasadnak a hőmozgás energiája folytán, de csak egy-egy kötés hasad fenn, tehát maga a szerkezet fennmarad egységesen, ugyanakkor bizonyos elemei képesek egy elég jelentős atomi szintű mozgásokra. Ennek a következménye az az előző rábrán szemléltetett nyüskés mozgás, amit láttunk, tehát a fehérjék térszerkezete az örökös nyüskésben van szobahőmérsékleten, és ez a fajta flexibilitás teszi lehetővé azt, hogy a fehérjék, mint molekuláris képek, atomi mozgások végrehajtására képesek.
A magnó segítségével a helyes írást is tudod gyakorolni. Egy-egy olvasmánynál mondatonként állítsd le a magnót, és írd le a hallott mondatot. A tankönyv alapján tudod magad ellenőrizni. Thank you.
tankönyv 37. oldal. Thank you.
És mikor elmúlt a nyár, a piros hátú kis bogarak elindultak mindegy rejtelmes világba. Lábuk nyomán elmerült a kert, vele együtt süllyedt a kút, a ház, a sok málna és a diófa is lassan. És én is akkor süllyedtem ebbe a